jelzett, hogy él, megvan, nagyon elfoglalt, és esetleg néhány kérdésre válaszolna írásban. Bajnai Gordon ugyan előkerült és arról írt közösségi oldalán, hogy észszerű keretek között hajlandó együttműködni a Városháza eladása körüli botrányt vizsgáló bizottsággal, ám mégsem reagált megkeresésünkre. Alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött, ugye én azt gondolom, a külföldi erők és finanszírozók állnak. Ez így van. Közben előkerült egy újabb hangfelvétel, amelyet Anonymous hétfőn reggel hozott nyilvánosságra. Ebben az egykori miniszterelnök külföldi kapcsolatait boncolgatja. Ugye kékezik az erők, ugye egyik része ez a sors, birodalom, fogalmazunk így, a másik része azok a nagy tőkés csoportok, Németország, Egyesült Államok főleg, akik itt szeretnék, hogyha befolyással rendelkeznének. Én azt gondolom, hogy ezeknek az ember a Gordon. December 6-án hétfőn délelőtt folytatta munkáját az a bizottság, amely a Városháza eladása körüli botrányt vizsgálja. Több olyan embert is szerettek volna itt meghallgatni, akik a vagyonkezelőnél dolgoznak. Többek között azokra a kérdésekre kellett volna válaszolniuk, hogy látták-e Berki Zsoltot a vagyonkezelő épületében, ismerik-e Berki Zsoltot, milyen körülmények között látták őt ott, és hogy hogyan zajlanak a fővárosi ingatlanok értékesítései. Azonban csupán egy levelet küldtek el a bizottság részére, személyesen senki nem jelent meg. Nem kívánnak megjelenni a bizottság előtt, hanem írásban kívánnak válaszolni. Például egységes levelet küldtek, innen gondoljuk, hogy nem biztos, hogy mindenki saját maga fogalmazta meg ugyanazokat a sorokat. Tehát magyarul egységesen egyeztetve szerintem a vezetéssel azt üzenték a bizottság, hogy nem jönnek el, és nem tudunk személyesen velük átbeszélni az általunk feltehendő kérdéseket. Barcs Balást még nem hívtuk be őt, ezután kívántuk, miután megtudjuk, hogy mi a struktúra, hogyan működik, utána kívántuk behívni Barcs Balást, akihez azért komoly és konkrét kérdéseink lesznek a felvételek kapcsán. Ezt az orosz szállat, ezt vizsgálni fogják? Mert szó volt itt már olasz befektetőkről is. A fővárosi közgyűlés által hozott határozat alapján járunk el. Az orosz szál, én azt gondolom, hogy a lehetőségekhez képest kell néznünk, főleg a mai hangfelvétel alapján, amelyben már kifejtett ilyen amerikai támogatások, meg soros pénz az ellenzéknek, ezek alapján azért látszik, hogy hova akarnak ide kiukadni, oda, hogy itt ez kinek az érdekeit szolgálja, ez az orosz érdeket szolgálja. Itt meg lehet hívni szakértőket, Krekó Pétert, Rácz Andrást, tehát vannak azért olyan emberek Magyarországon, akik eléggé mélyen foglalkoznak titkosszolgálati kutatásokkal, úgyhogy bízunk benne, hogy legalább egy ülésen ezt ennek után tudunk menni. Például, ami a mai hangfelvételen elhangzik itt, ez a soros szál, ezt is vizsgálni fogják, illetve korábban már volt egy olasz szál is, ugye olasz befektetők is jelentkeztek. Ugye az a Városháza eladásához kapcsolódik, és ezt hangsúlyoznám, hogy ez a fura része nekem ennek a bizottság működésének, mert hogy senki nem akar eladni a Városházát. Ha jól értem, akkor sem a Fidesz frakció, sem a most a város, vagy a várost kormányzó frakció nem akar eladni a Városházát, ezt mindenki kimondta, úgyhogy nem tudom, milyen orosz meg olasz szálak lehetnek. Ebben a kérdésben egyértelmű a helyzet, nem lesz eladva a Városháza.